Krónikák 16-ból olvasnék egy kis részt. Krónikák második könyve, és 16-os rész, 9. vers. Mert az ő kívánó szeme át meg átfésüli az egész földet, és keresi azokat, akik teljes szívvel, lélekkel bíznak benne, és ragaszkodnak hozzá, hogy erejét és hatalmát megmutassa abban, ahogyan megsegíti őket. Nem is kéne beszélni vele sem. Annyira egyértelmű. Elmond mindent ez az ige. Isten keresi, átfésüli a földet, hogy olyan embert találjon, aki teljes szívvel bízik. Annyival beszélgettünk itt, hogy milyen volt az nekem, amikor Isten elkérte a munkahelyemet, ez pontosan erről szól, erről az igényről, hogy teljes szívvel bízott Istenben. És mikor hónapokig vívódtam és imádkoztam ezért a dologért, hogy meglépjem el és mi lesz a családunkkal, akkor egy idő után Isten azt mondta, hogy nem kell meglépned, nem muszáj megtenned. De hogyha csodákat akarsz látni, ha többet akarsz, akkor csak ez az egy útja. Mégpedig az, hogy teljes szívvel, lélekkel bízol az Istenben. Tehát, hogyha többet akarunk az Istentől, ha többet akarunk belőle megtapasztalni, és azt akarjuk, ahogy imádkozunk is, hogy ez a világ sokat lásson az Istenből, ezért imádkozunk, akkor nekünk magunknak is teljes szívvel, lélekkel bíznunk kell Istenben. És bele kell mennünk olyan helyzetekbe, amik meredeknek tűnhetnek. Teljes szívvel, lélekkel keresi az Isten az ilyen embereket, mert sajnos még a hívők között is keveset találni, aki, majd olvasok más igéket is erre vonatkozóan, akiknek fontosabb Isten, mint a megszokott fizikai valóság maguk körül. És Isten akarja az ő erejét megmutatni ezeknek az embereknek az életében. Az ébredéshez ilyen emberek kellenek. És ahogy itt délelőtt imádkoztunk, nagyon megérintett egy dolog. Láttatok olyan földet, ami repedezett és ki van száradva. És sok ember azt érzi, hogy ilyen a szíve Isten nélkül, ugye? De nem mindenki érzi ezt. Nem mindenki érzi ezt. Sok ember azt érzi, hogy ilyen az nemzetünk Isten nélkül, ilyen az egyházunk Isten nélkül. De nem mindenki érzi ezt. És azért a szívemben, hogy ezt nem mindenkinek adja így Isten, mert nem mindenki tudná elviselni, elhordozni. Tudjátok, van, akinek elég leülni a tévé elé, és már nem bántja őt a nemzet sorsa, az egyház sorsa. Nem bántja őt a száraz szíve annyira. Elég leülni és jót szörfözni a gép előtt, és már nem bántja. De van, aki bármit csinál, akkor is bántja. Van, aki akárhová bújik, akkor is bántja. Isten, a nemzetemből, az élő Isten. Hol van az egyházunkból az élő Isten, a csodatévő Isten? Van, akit ez nem bánt. Mert nem teljes szíven lélekkel keresi az Isten. És ez nem lenyomás, ez egyszerűen csak egy megállapítás. Ez egy olyan dolog, hogy van egy csodálatos megoldás. Isten elé oda menni és kérni tőle a szomjas szívet. És akkor énekeljük, hogy a szomjas szívem elhintoz. Ez nem olyan dolog, hogy ezzel most bárkit be akarnék nyomni és megítélni. Nem. Csak szeretném, és az volt a szívem, amikor itt imádkoztunk, és ez itt megjelent előttem, az volt a szívemben, hogy Uram, küldj több ilyen embert.
Ezzel, hogy most egy erről beszélek, egyszerűen csak az a célom, hogy Isten küldjön több embert. Többen ismerjék ezt fel, hogy engem mennyire bánt a lelkem, az egyházam, a nemzetem, sorsa, helyzete. Mennyire bánt engem, hogy az emberek meglátják-e az Isten cselekedni, az élő Isten, a valóságos Istent, az erős Isten, a szerelmes Istent. Majd le tudom magam úgy kötni, hogy nem zavar az egész. Az volt a szívemben, hogy küldjön az Úr sok ilyen embert. Küldjön ebből a nemzetből olyanokat, akik teljes szívvel, lélekkel bíznak az Istenben. Teljes szívvel, lélekkel keresik őt. És olyanokat, akiket maga az Isten is keres. Mert átfésüli az egész földet, hogy találjon ilyen embereket. És tudjátok, ha talál egy ilyen embert egy nemzetben, akkor ott ébredés lesz. Ha talál sok ilyen embert, akkor ezek az emberek összefognak és együtt imádkoznak az ébredésért. Isten is keresi. Én mindig örülök, amikor megismerek egy-egy ilyen embert. Az országban valahol egész másféle helyeken, más felekezetből, de látom azt, hogy ő többet akar. És hogyha le is köti magát különböző programokkal, meg ha elfoglalt és sok a dolga, akkor is bántja velünk, hogy szárazság van. Hogy repedezett a föld, repedezett a szívem, talaja, mert én többet akarok belőled, Uram. Repedezett a mi egyházunk, mert szomjas az Isten után. Repedezett ennek a nemzetnek a talaja, mert annyian sovárognak az Isten után, az élő Isten után. Úgyhogy frissibe melegében, amíg tovább, mielőtt tovább mennék, ezért fogunk imádkozni, jó? Én azt kérem tőletek, hogy ha úgy látjátok, hogy ez fontos nektek, hogy bántson ez a dolog, vagy fontos nektek az, hogy sok ilyen szomjas szívű ember legyen, akkor imádkozzatok ti is, jó? Uram, én megvallom előtted, hogy körülveszel engem sok dologgal, aminek örülhetek, sok dologgal, amik elterelhetik a figyelmemet rólad, elterelhetik a szomjúságról a figyelmemet, sok dologgal körülveszel, Uram, ami kényelmes dolgok, és jól érezhetnék magamat, és elfeledhetnék minden szomjúságot, minden éhséget, minden nyomorúságot. Annyi mindennel körül vagyunk véve, Uram, amelyek elfeledtetik velünk az igazságot, a valóságot. Uram, de én nem akarom ezeket elfelejteni. Sok a dolgunk, sok felé megyünk, sok emberrel beszélünk, sok emberrel tartjuk a kapcsolatot. De Uram, ne engedd, hogy elfelejtsük a lényeget, hogy te keresed azokat az embereket, akiknek oda van számva a szívük. Ne engedd, hogy elfelejtsük a lényeget, elmenjünk fölötte, és csak a saját dolgainkkal törődjünk, a mi kényelmünkkel törődjünk. Ne engedd, Uram, hanem gyötörjön minket a szomjúság, és adj minél több embert, szomjazó embert, aki kiállt hozzád az ébredésért, kiállt hozzád a saját ébredéséért, a nemzet ébredéséért. Minél több ilyen emberre van szükség, Uram. És én is kérem tőled ezt a szomjúságot, Uram, hogy még erősebb legyen, hogy kiállt csak én is még többet hozzád. Jöjjenek elő ezek az emberek, Uram. Dicsőség neked. Szomjas szíveket, Uram, a szomjas szíveket adsz ebben a nemzetben, még többet, Uram, akkor még többen fognak kiáltani az ébredésért. Még többen fognak kiáltani, hogy többet akarnak belőled megismerni, Uram. Nem csak a te erődet, hanem a te személyedet megismerni, Uram.
Dicsőség neked, Uram! Dicsőség neked! Dicsőség neked! Keresed az ilyen embereket, Uram! Hozz elő minél többet! Adj sok szomjas szívet, Uram! Jézus nevében! Jézus nevében! Ilyen szomjas szívekre van szükség, Uram! Szomjas szívekre! Szomjas szívekre! Dicsőség neked, Uram! Köszönöm, hogy itt vagy! Köszönöm a jelenlétedet! Hálát adok neked, Uram! A jelenlétedért! Köszönöm, Szent Szellem! Köszönöm, hogy itt vagy! És Uram, lásd le ezeket a lepleket a szemeinkről, a szíveinkről, de nem más dolgok legyenek a fontosak, hanem meglássuk az igazságot, és bántson minket az igazság. És ne tudjunk aludni! Ne tudjunk más dolgokkal lekötni magunkat, hanem az igazság lebegjen a szemünk előtt, hogy szomjas a mi népünk, szomjas a mi szívünk, szomjas a mi egyházunk. Szomjazik, Uram, a te hűsítő folyód után. Szomjazik a te jelenléted után. Dicsőség neked. Dicsőség. Jeremiás 29-ből, 11-es verstől, ma már hallottunk azt hiszem az igényből. Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra, mondja az örökkévalós. Ezek a tervek békességről és felvilágozásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Akkor majd segítségül hívtok, hozzám jöttök és könyörögtök, én pedig meghallgatlak titeket és teljesítem kéréseiteket. Kerestek majd engem, és meg is találtok, mert teljes szívvel, lélekkel kerestek. Igen, megengedem, hogy megtaláljátok, mondja az örökkévaló. Én pedig kiszabadítalak a fogságból, és összegyűjtelek minden nép közül, és minden országból, ahová szétszórtalak titeket. Visszahozlak erre a helyre, ahonnan akaratom szerint fogságba hurcoltak titeket. Én az örökkévaló mondom ezt nektek. Itt is azt látjuk, hogy megtaláltok engem, ha teljes szívvel, lélekkel kerestek. Sokan panaszkodnak, nem tudom, ti találkoztatok ilyen emberrel, hogy én kerestem az Istent, de nem találtam meg. Én kerestem, hogy mondjon valamit, de nem szólt semmit. Én akartam, de nem válaszolt. Itt le van írva, hogy mi a gond. Annak az embernek talán már eleve van egy saját akarata és terve, hogy azt akarja csinálni, de úgy mellékesen, hogy megnyugtassa a lelkiismeretét, talán megkérdezze az Istent. És csodálkozik, hogy nem válaszol. Azt mondja az Isten, ha teljes szívvel, lélekkel kerestek engem, én válaszolni fogok nektek. Ha nektek mindennél fontosabb az én válaszom, az én véleményem, az én jelenlétem, akkor én ott leszek és válaszolok. De ha nektek más dolog fontosabb, akkor nem leszek ott. Mert a félszívű emberrel nem tudok mit kezdeni. Ami langyos, azzal nem tudok mit kezdeni. Isten terve békességről és felvirágzásról szól, nem pedig nyomorúságról. És azt mondja, hogy teljes szívvel kellett keresnünk, ha meg is akarjuk találni. Ilyen emberekért imádkozunk, ilyen emberekre van szükség, és ilyen emberekkel legyünk mi is, ha többet szeretnénk. És ő kiszabadít minket a fogságból, és visszavisz oda, ahol a helyünk van. Ha teljes szívvel kiáltunk az Istenhez, hogy oda fog rakni minket, ahol a helyünk van. Ha ez fontos nekünk igazából. Bírák 7-ből is olvasok. Bírák 7. Első verstől. Korán reggel Jerubál, vagyis Gedeon a seregével a Ávót forrás mellett vert tábor, a midjániak tábora pedig tőlük északra feküdt a völgyben. A Móre dombában, az örökkévaló így szólt hozzá.
Gedeon, túl sokan vagytok, így nem adhatok győzelmet nektek a midjániak fölött, mert még a nép dicsekedne, hogy a saját erejükkel szereztek győzelmet maguknak. Ezért menj és hirdesd ki, hogy aki fél, most menjen haza a Gileát hegyéről. Amikor Gedeon ezt kihirdette a seregében, 22.000 katonája azonnal hazament, és csak 10.000 maradt mellette. De az örökkévaló ismét ezt mondta, Gedeon, még mindig túl sokan vagytok. Vezess le a forrás mellé a sereget, és majd én szétválogatom őket. Akiről azt mondom, hogy vidd magaddal, az menjen veled. Akiről azt mondom, hogy küld haza, azt küld el. Így Gedeon levitte seregét a forráshoz, és ott az örökkévaló azt mondta neki. Válasz szét a sereget két csoportra. Akik úgy isznak a vízből, hogy a kezükkel mennek belőle, és ne adossák a vizet, mint ahogy a kutyák szokták, azokat állítsd az egyik oldalra, akik viszont letérdelnek és lehajolnak a vízhez, azokat állítsd a másik oldalra. Így is történt, akik az első csoportba kerültek, mindössze 300-an voltak. A többiek mind letérdeltek, lehajoltak a vízhez. Nézd! Azt a 300 férfit, akik kezükkel merítettek a vízből, általuk szabadítalak meg, és általuk adok győzelmet a midjániak fölött. A többieket viszont küld haza, mondta az örökkévaló Gedeonnak. 10.000 emberből 300 maradt. Tudjátok, a többiek letérteltek a saját szükségeik előtt. Tízezerből 300, körülbelül ma is ez az arány, vagy még rosszabb. Nagyon-nagyon sokan letérdelnek a saját szükségeik előtt, és utána jön Isten dolga. Lehajoltak, odafeküdtek a vízhez, csak hogy a szomjukat oltsák. De a többiek a kezükből ittak, mert nem felejtették el, hogy miért vannak ott. Nekünk se szabad elfelejtenünk, hogy mi a feladatunk. Nem mellékesen vagyunk hívők, aztán az első dolog a mi szükségletünk, hanem fordítva. Elsődlegesen Isten népe vagyunk, és ő majd gondoskodik a dolgainkról. De hogyha letérdelünk elsődlegesen a mi szükségeink előtt, akkor akár az is mehetünk. Ez szomorú, de ez van. És azt látjuk, akik így az ébredésért dolgozunk, hogy sokan nem is akarnak felébredni, mert a szükségeikkel vannak elfoglalva. Értitek, hogy kapcsolódik ez az ige rész az előzőhöz? Isten azt mondja, teljes szívvel, lélekkel. Itt pedig azt látjuk, hogyha letérdelünk a szükségeink előtt, akkor nem menjünk sehová. Nem tudunk a harcba menni. Nem tudnak velünk mit kezdeni. Mert ha olyankor támad az ellenség, amikor éppen iszunk, nagyon könnyű dolga van. Csak belenyomja a fejünket a vízbe és kész. De akik fél szemmel mindig ott vannak és figyelik az ellenséget, akik tudják miért vannak ott, miért születtek erre a földre, ők harcosnak születtek. Benne van a vérükben, hogy nekünk ez a dolgunk, ez az elsődleges, ők harcosnak születtek. Eredetileg mi is harcosok vagyunk. De annyi kényelem lesz minket körül, hogy ez szépen lassan előtérbe kerül. A saját szükségeink előtt letérdelünk, és már nem harcosok vagyunk, hanem valamikor azok voltunk, akik csatát akarnak nyerni, akikkel Isten csatát tud nyerni, azoknak az első az, amiért születtek. És nem azért születünk el a földre, hogy kiszolgáljuk magunkat minél jobban kiszolgáljuk a mi családjainkat. Eredetileg nem ez volt a terv. Az eredeti terv az volt, hogy Isten gondoskodik rólunk, mi pedig Isten útján járunk. Követjük őt, imádjuk őt, az ő akaratában járunk. Ez volt az eredeti terv.
ő falaidra, Jeruzsálem, őszemeket állítottam, hogy ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Ti őrök, akik az örökkévalót emlékeztetitek ígéreteire, ne nyugodjatok! Ne hagyjatok nyugtot neki, amíg Jeruzsálemet helyre nem állítja, és dicsőségességet teszi ezt a föld. Ne nyugodjatok addig, amíg az Isten nem jár keresztül kasul ezen a nemzeten. Ez az eredeti terv. Ne nyugodjatok, amíg nem látjátok az Istent, amint sebesen zúgó folyóként keresztül megy ezen a nemzeten. Ne nyugodjatok! Ne hagyjatok neki nyugtot! Az Istennek! Visszatérhetünk a szükségeinkhez, ahogy vége egy-egy Isten tiszteletnek. De nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ti akkor érzitek, hogy ez az életetek értelme? Amikor a saját szükségeiteket szolgáljátok ki, mert innen. Én akkor érzem azt, hogy az életemnek ez az értelme. Erre születtem, amikor az Isten szolgálatában vagyok. Erre születtem! Amen. És te is. Vannak dolgok, amiket meg kell tennünk, amik fontosak. El kell tartani a családot. Mindegy, mi az elsődleges. Az Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk. Ha mondjuk van két állásajánlat, és az egyikbe teljesen le vagy kötve, úgyhogy még gyülekezetbe se tudsz elmenni, a másikban meg kevesebbet keresel, de el tudsz menni gyülekezetbe. Tudjátok, sok tesó van így, hogy nem tudja ebben az esetben, hogy hogy döntsön. És mikor megkapja az új munkahelyet, azt mondja, hogy az Úrtól kaptam, de pont az Istentől távolodik el. Istentől olyan munkahelyet is lehet kapni, ami elválaszt tőle. Ezt csak egy példát mondtam. Sok minden más dolog van, ami körül vesz minket. Kell, hogy bosszantson minket. Kell, hogy bántson. Kell, hogy bántson. Mert nem erre születtünk. Azt mondja Isten, megtalálsz engem, ha teljes szívvel, lélekkel keresel, meg fogsz találni. Én ott vagyok. És ezt nekem is mondta az Úr. És nekem is őszintén meg kellett állnom az Isten előtt. Mi a fontosabb? Hogy mindent és mindenkit, ami tőle kaptam, embereket, szolgálatot, munkát, mindent oda tudnék-e dobni egy pillanat alatt, hogyha kellene. Teljes szívvel csak így lehet, ha ő az első. Ez írtó nehéz. De az ilyenekkel az Isten csatát nyer. Az ilyenek nem fekszenek neki a víznek, hogy ihassanak.